Nincs más választás, vissza kell lépni az állami nyugdíjrendszerbe, véli a Jobbik, akkor minek ez a folyamatos hisztéria? Az MSZP szerint a kormány megszorító intézkedésekre készül, ami érinti a nyugdíjasokat is. Ezt az általában a választások előtt használt közönségizgató fegyvert arra alapozzák, hogy a miniszterelnök két külföldi médiumnak adott interjújában kijelentette, szigorítanák a korhatár nélküli nyugdíjazást és a tömeges rokkan nyugdíjazásnak is véget vetnének. Ám ettől függetlenül hosszú távon biztos a nyugdíjak kifizetése. Idén várhatóan 3,8%-os nyugdíjemelés várható. A Jobbik alapvetően egyetért a nyugdíjtörvénnyel, ám néhány területen másként lépne. Biztos tehát a kifizetés, mi több 3,8%-os nyugdíjemelés várható, mi akkor mégis a gond. Köszöntöm itt a stúdióban Volner Jánost, a Jobbik országgyűlési képviselőjét. Önök többnyire egyetértenek, mely pontok azok, amelyekkel nem értenek egyet? Alapvetően egyetértünk azzal, hogy hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez, hiszen egy demográfiai fordulatra volna szükség. Köztudomású, hogy a magyarság egyre inkább fogy, egy nagyon erősen előregedő társadalom vagyunk jelenleg. Tehát abban egyetértünk a kormánnyal, hogy ezt a tendenciát a családi adóztatás bevezetésével meg kell változtatni. Mármint, hogy családi adókedvezményeket kell bevezetni, mi több ugye a nyugdíjkorhatárokat módosítani. Így van, sőt, hát volt olyan javaslatunk is, például, hogy vezessük be Magyarországon a szülőtartási járadék intézményét. Ez azt jelenteni, hogy a dolgozó gyermekek szüleiknek utalhatják közvetlenül a személyi jövedelemadójuk egy részét. Ez különösen azért is érdekes, hisz a dolgozó gyerekek és szüleik kapcsolata az most lesz a körülbelül a Ratko korszakban születettekre érvényes, tehát ők kerülnek ugye nyugdíj közelben. Így van, pontosan. Tehát kifejezetten erős ingert kell, hogy kapjanak az emberek Magyarországon arra, hogy megnőjön a gyermekvállalási hajlandóság. Egy ilyen lépés meggyőződésünk szerint ez segíteni, hiszen az, aki gyermeket nevelt, és az a gyermek későbbiek folyamán Magyarországon dolgozik, az biztos lehet benne, hogy amikor ő nyugdíjba megy, akkor magasabb lesz a nyugdíja, mint mondjuk egy gyermekteleni. Akkor segítsen nekem, hogy megértsem Szekeres Imre szavait, aki azt mondta, hogy egy, Orbán Viktor beismerte, hogy a bajnai kormány jól cselekedett, kettő, az Orbán kormány nyugdíj ügyekben a megszorításokra épít, mitől már ugye azt is lehetett olvasni egy szocialista politikus szerint, hogy 20-25%-kal csökkenni fognak a nyugdíjak. Ez nem riogatás? Hát most a megszorításokról azt tudom önnek mondani, hogy nyilvánvaló, hogy megszorításnak lehet azt tekinteni, hogyha valakinek korábban járt valami, és most elvesszük ezt tőle. Hát ha így nézzük, ezt megszorításnak lehet tekinteni. Azonban az MSZP egy olyan penetráns hazudozásba kezdett ennek kapcsán, és olyan nemtelenül támadja a kormányt. Maga is tisztában van azzal, hogy a nyugdíjrendszer jelenleg fenntarthatatlan, gyakorlatilag a jelenlegi járulék bevételekhez képest a nyugdíjkassa hiánya kb. 900 milliárd forintos hiányt mutat. Tehát ez azt jelenti, hogy egy óriási lyuk keletkezett a rendszerben, teljesen nyilvánvaló, hogy ezt valamilyen módon be kell foltozni. Talán ezért is mondta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy annyi kifizetés lehet, amennyi befizetés történt. Hisz a kettő közt a különbség van, akkor ugye valaki mindig elfogadósodni, de hát a rendszer nem tud fennmaradni. Ez a lehető legtermészetesebb most egyelőre, ami zavar minket, és személy szerint engem is, hogy én például az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke vagyok, és halvány fogalmam nincs arra, hogy mit csinál a kormány, mert velünk semmit nem egyeztet, és szóval ezt viszont hibának tartom, tehát ez egy olyan pont, amiben nyilvánvalóan nem tudunk azzal egyetérteni, hogy nem csak minket tartnak bizonyos. De önök korábban több helyet is elmondták, hogy nem baj, ha nem egyeztetnek, legyen meg az a program és az a tervezet, mitől már törvénybe foglalva, ami az önök véleményét is mondjuk tükrözi, és a magyar embereknek. Nagyon jó. Bízunk benne, hogy minél hamarabb meg lesz, tehát mindannyiunk érdeke. Még maradjunk egy pillanatra a szocialistáknál. Ön szerint van-e hitele mondjuk Szanyi Tibornak, aki ugye azt nyilatkozta a magány nyugdíjpénztárról, hogy ő marad a többi pártársával egyetemben, mert, és itt most idézem, viszonylag jelentős összeg halmozódott fel a számláján. Persze, hát viszonylag jelentős összeg fölhalmozódhatott, hiszen Szanyi Tibor valószínűleg nem keresett soha keveset. Én azt gondolom, hogy a magányugdíj pénztárban a jelenlegi feltételek mellett úgy is tudomásul véve azt, hogy a kormány erős kényszer gyakorolt a magányugdíj pénztár tagokra, nem érdemes maradni. Ezt a Jobbik el is mondta a választópolgároknak, számoljanak utána, nézzék meg, hogy mit ígér a magányugdíj pénztári rendszer, milyen hozamokkal dolgozott eddig, milyen helyzet állt elő.
Ugye most nevezetesen az, hogy aki a magánnyugdíjpénztár tagja szeretne maradni, az a jövőben kiesik a további szolgálati idejében az állami nyugdíjrendszer nyújtotta szolgáltatásokból. Szerintünk ez nem ér meg annyit. Mi amellett szálltunk síkra, és ebben egyébként támogatjuk a kormányt, hogy olyan népesedési fordulat következzen be, amely képes ezt a folyamatot ellensúlyozni. Tehát itt a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban az ellenzéki pártok között nincs konszenzus, hiszen az MSZP többször is azt mondta, hogy egy, nem szabad visszalépni az állami kasszába, kettő, tettek egy olyan ígéretet is, hogy akik maradnak, azok kárpótolva lesznek. Hát szerkesztő úr, ötször annyi kezelési költséget és egyebet számoltak el a magánnyugdíj pénztárak saját maguk részére, mint amennyire reálhozamot termeltek a tagoknak. Hát ilyen rendszer a világon nincs. Hát természetes az, hogy egy ilyen rendszernek a fennmaradását senki nem támogathatja, aki felelősen gondolkodik. Az MSZP nyilvánvaló a magas nyugdíjas szavazói aránya miatt egy egészen demagóg kampányt folytat most a kormány ellen. Ez egy olyan dolog, amikor igen, oda kell állni az emberek elé, és őszintén meg kell mondani nekik, hogy mekkora a baj. Ha ez így megy tovább, akkor egész egyszerűen néhány évtized múlva nem lesz nyugdíj. Én egyébként erre vonatkozóan most egy viszonylag óvatos demográfiai trendeket feltételezve elvégeztem néhány számítást. Ez azt mutatja, hogy ha nem változtat jelenleg a kormány a nyugdíjrendszeren, csak betömködi ezt a nyugdíjkasszán tátongó részt, megnő ezzel párhuzamosan az egészségügyi kassza hiánya, hiszen ne felejtsük el, hogy az egészségügyi kiadások kb. 3/4 a nyugdíjasokhoz kötődik, akkor kb. 29 ezer forint nyugdíj lesz 2050-ben kifizethető. Magyarul 29 ezer forintos nyugdíj mellett nincs lehetőség arra, hogy az állam differenciáljon, azaz előbb-utóbb jönni fog akkor egy olyan kormány, ami azt mondja, hogy mindenkinek egységes nyugdíja van, szolidaritási alapon, mert egész egyszerűen nem hagyhatunk senkit éhen, ha már a számokat említette, akkor közel 800 ezer rokkant nyugdíjas van, amely a költségvetés 660 milliárd forintját emészti fel. Ennek átalakításával is egyetértenek? Természetes, hát mindenképpen hozzá kell nyúlni. Látni kell azt, hogy a megugró munkanélküliséget a 90-es évek folyamán részben a rokkantnyugdíjazással kompenzálták szociális alapon a kormányok. Jelenleg azonban annak vagyunk a tanúi, és ez bizony mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy cigányok tízezrei mennek el megvesztegetve az illetékes orvosokat rokkantnyugdíjba, olyan életerős tehát emberek, akik 100-150 kilót nyomnak fekve, és rokkantnyugdíjasok támogatja a kormányt. Köszönjük, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőinknek pedig a szerkesztő Bodolai Zsófia nevében is köszönjük figyelmüket, derűsen szép estét, viszontlátásra!